Köszöntöm Önöket, ez a Bátonyterenyei Városi Televízió híradója. Legfontosabb híreink röviden. Átadták az új egészségház központot Bátonyterenyén. A város önkormányzata 245.209.561 forint vissza nem térítendő EU-s támogatásból valósította meg a beruházást. Nógrád megyébe látogatott Szászfalvi László államtitkár. Körútja során a Bátonyterenyei II. János Pál pápa katolikus általános iskolában is járt. Megtartotta idei első ülését Bátonyterenye önkormányzatának képviselőtestülete. Az eseményen több fontos, aktuális kérdésben született döntés. Egy rendkívül korszerű, energiatakarékos, teljesen akadálymentes egészségházzal gazdagodott Bátonyterenye. Az átadó ünnepségen Nagymajdon József polgármester több lényeges kérdésre is válaszolt a Bátonyterenyei Városi Televíziónak a központtal kapcsolatban. Bátonyterenye város önkormányzata 245.209.561 forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert az Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül új egészségházközpont kialakítására. A pályázat keretében a korábbi városi könyvtár épülete mind funkciójában, mind küllemében teljesen átalakult. Elkészült az épület homlokzati hőszigetelése, a külső és belső nyílászárók cseréje, megtörtént a burkolatok, az épület gépészeti berendezések és a közművezetékek felújítása is. Az új egészségház teljesen akadálymentesített, a szintek között felvonó közlekedik, valamint minden emeleten akadálymentesített mosdók kerültek kialakításra. Az átadó ünnepségen Nagymajdon Józsefet, városunk polgármesterét kérdeztük a beruházás menetéről, az átköltözésről és az intézmény fenntartásáról. Hát most az épületet adtuk át, illetve a pályázatnak ez a momentuma zárul le, tehát a záró rendezvénye volt a mai intézmény átadó, innentől egy hosszabb folyamat érkezik még, hiszen a költözés időpontja még kérdéses. Az irányból is, hogy meg kell nézni, hogy milyen eszközöket tudunk áthozni a házi orvosi rendelőkből, illetőleg, mivel most változott a egészségügyi ellátás struktúrája, folyamatosan tárgyalnunk kell az OLP-vel, illetve a GEMSZ-vel majd, illetve a kórháznak a képviselőivel, hogy ezt a bevállalt 8 szakellátást hogyan tudjuk ellátni itt bent a egészségház épületei belül, milyen keretek között, ki is kifizeti a számlát. Ez még a jövő titka lesz, de öröm, hogy egyáltalán ezt a programot, vagy ezt az épületet be tudtuk fejezni és át tudtuk adni. Akik a mai napon itt voltak, már láthatták az épületen belül egy röntgengép, ami eddig nem volt Bátonyterenye kórház felajánlásából, tehát már ez előre mutat, de mellette 8 olyan szakellátás van bevállalva, minden volt jellemző, ilyen az egynapos sebészet, szemészet, illetve belgyógyászat, tehát vannak olyan szakellátások értelemszerűen, amelyeket el tudnak látni, nőgyógyászat például, hiszen ez most egy kistérségi egészségház lenne, vagy kistérségi járóbetegellátóközpont. A kistérségek kérdése ugye jelen pillanatban még nem tisztázott, a járásoknak a koncepció most került ki, erről az egyeztetések folyamatban vannak. Az biztos, hogy Bátonyterenye városa járás lesz, hogy hány fővel pontosan, még ez most még kérdéses, amíg a szakma, a minisztérium nem adja rá az igent, vagy kormánydöntés nincs róla, addig értelemszerűen még ebben nem tudunk nyilatkozni, de örömteli számunkra, hogy nagyon sok mostani kistérségi központtal szemben Bátonyterenye járási központ is tudott maradni, úgyhogy nem volt járás. És ezen belül értelemszerűen ez az intézmény is a járásnak az egyik központi intézménye lesz. Pénzügyileg én azt tudom mondani, hogy lezártuk a projektet. Az összes utalás, bár vannak vitatott számlák, megtörtént. A minőség is vitatott, majd a lakók látni fogják egyébként ezeket a hibákat, vagy időben ki fognak jönni, ha vannak ilyen hibák. Esztétikai hibák mindenféleképpen vannak, ezt észre lehet venni. De a programot azt tudom mondani, hogy pénzügyileg lezártuk. A most még üresen álló épület földszintjén találhatjuk majd a gyermekorvosi rendelőket a védőnői szolgálat tanácsadójával, az orvosi ügyeletet, valamint a gyógyszertárat, mindegyiket külön bejárattal. Az első emeleten rendezik be a 3 felnőtt házi orvosi rendelőt, a fizikoterápiát, a labort és az otthoni szakápolás irodáját. A második emeleten kap helyet a 2 fogorvosi és a 2 szakorvosi rendelő, a diszpécser szolgálat, valamint itt működik a kistérségi szociális központ is egy másik pályázat keretében. Szentkúton, Bátonyterenyén, Salgótarjánban és Szügyben is járt Nógrád megyei látogatása során Szászfalvi László államtitkár. Bátonyterenyén a II. János Pál pápa katolikus általános iskolát tekintette meg, és üdvözölte az intézmény létrejöttét.
Nógrád megyébe látogatott Szászfalvi László január 26-án csütörtökön. Az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár dr. Nagy Andor országgyűlési képviselő meghívására érkezett a térségbe. A politikus körútját Szentkúton kezdte, itt megtekintette a nemzeti kegyhelyet és tájékozódott a fejlesztési elképzelésekről, szakterületéből adódóan a fél éve működő II. János Pál pápa katolikus általános iskolában. Az államtitkár már korábban is megfogalmazta, hogy nagyon jó kezdeményezésnek tartja, ha az önkormányzatok helyett, amik egyre kevésbé képesek fenntartani oktatási intézményeket, az egyház veszi át az iskolák üzemeltetését. Ennek a véleményének Bátony Terenyén mondott köszöntőjében is hangot adott és üdvözölte a II. János Pál pápa katolikus általános iskola létrehozását. A nap folyamán Szászfalvi László részt vett még és ünnepi beszédet mondott Csalgótarjánban a város fennállásának 90. évfordulóját ünneplő közgyűlésen, majd zárásként Szügyben a környék papjaival és a helyi közösség vezetőivel találkozott. 2012-ben először ült össze Bátony Terenye képviselő testülete január végén. A képviselők az ülésen sorra vették az idei év feladatait, valamint több lényeges kérdésben már döntést is hoztak. Megtartotta a januári ülését Bátony Terenye város képviselőtestülete. A képviselők ismét nem fogadták el az agriaügyelet tavalyi évre vonatkozó beszámolóját, és új beszámolóírására kötelezték az ügyelet vezetőit. A testületi ülésen Horváth Tibor alpolgármester kérte a lakosságot, hogy akinek panasza van az ügyelet minőségére, akkor azt írásban tegyék meg, mert így a problémák orvosolhatók lesznek. A képviselők döntöttek a Bávű jövőbeni tevékenységéről. A Bávű egy profiltiszta céggé válik ezután, így a jövőben csak a szilárd kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása, a csúszásmentesítési feladatok, a temetőgondnoki feladatok, valamint a kóborebek befogása marad a Bávű feladat körében. A közmunkaprogramot a Víz és Csatorna Mű Kft. Fogja ezután lebonyolítani. Határoztak a képviselők a behajthatatlan követelések törléséről is, ami évekre visszamenőleg nem került rendezésre. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét arra, hogy a képviselőtestület 2012. február 8-án 17 órakor a Váci Mihály Gimnázium tornatermében Kisterenyén, és február 9-én szintén 17 órakor a Bartók Béla általános iskolában közmeghallgatást tart. A közmeghallgatáson a képviselőtestület lehetővé teszi az állampolgároknak, helyi szervezeteknek a közérdekű kezdeményezések, javaslatok előterjesztését. Egy 55 éves férfit fegyvernek látszó tárggyal való fenyegetés miatt jelentette fel szomszédja. Az esetről Dankóné Nagy Éva rendőralezredest rendőrségi szóvivőt kérdeztük telefonon. A Bátony-Terenyei rendőrkapitányság ügyeletére tett bejelentést névtelenül egy állampolgár 2012. január 30-án a kora délutáni órákban. Ennek alkalmával elmondta az állampolgár, hogy egy 55 éves Bátony-Terenyei férfi korábbi konfliktusuk miatt ráfogott egy fegyvernek látszó tárgyat, amely a lakásán van elrejtve. A Nógrád megyei rendőrfőkapitányság felderítő osztályának és a helyi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának munkatársai az 55 éves férfi lakásán házkutatást tartottak. Ennek során a lakás átkutatásakor különböző rejtekhelyeken 2 darab lőfegyvernek látszó tárgyat, pisztolyt, 50 darab kispuskalőszert, 51 darab sörétes puskához való vadászlőszert és még további nagy kaliberű vadászpuskalőszereket is találtak. Az intézkedésbe bevont szaktanácsadó véleménye alapján, bár a pisztolyok nem minősülnek lőfegyvernek, azonban a lőszerek megszerzése, tartása és tárolása rendőrhatósági engedélyhez kötöttek, amellyel a személy nem rendelkezik. A kollégáim az 55 éves Bátony-Terenyei férfit a rendőrkapitányságra előállították, és lőszerrel visszaélés büntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi úgy nyilatkozott, hogy korábban engedélye volt, és ezeket nem adta le annak visszavonásakor. Tagadta, hogy lőfegyvert fogott volna bárkire is. A kollégáim a lőszereket lefoglalták, és jelenleg a nyomozás fegyverszakértő bevonásával van folyamatban. Bár egyre közeledik a tavasz, talán az idei tél leghidegebb napjait éljük meg ezekben a hetekben. A zord időjárás a megszokottnál is indokoltabbá teszi, hogy fokozottan figyeljünk oda idős és elesett ismerőseinkre, rokonainkra. Következő összeállításunk erre hívja fel a figyelmüket.
A tél közepén járunk, és az előttünk lévő jó pár napra különösen hideget jósolnak. Ez az embertársaink bizonyos csoportja számára rendkívül nehéz, sokszor életet veszélyeztető helyzeteket teremtő időszak. A téli fagyokkal szemben nem csak a hajléktalanok védtelenek, de az egyedülélőkre és az idős beteg emberekre is veszélyt jelent. Az elmúlt évek keserű tapasztalata az, hogy sok esetben a kihűléses halálesettel végződő tragédiák megelőzhetőek lettek volna egy kis odafigyeléssel, időben nyújtott segítséggel. Sajnos az önbizalmukat vesztett emberek gyakran nem tartják fontosnak a hideg elleni védekezést, vagy vállalva a kockázatot eltitkolják nincstelenségüket. Ezért a teljes magányosságuk vagy súlyos anyagi nehézségeik sokszor csak utólag jut a környezetük tudomására, amikor a tragédia már megtörtént. A magányosan élő idős embereken kívül a veszélyeztetettek közé tartoznak azok is, akiket valamilyen nagy vesztesség ért a közelmúltban, esetleg újonnan kerültek be egy település közösségébe. Az elszigetelődés megakadályozása mindenkinek a feladata. Bár a szociális szolgáltatók a téli időszakban igyekeznek fokozottan odafigyelni azokra, akiket a kihűlés, a fagyási sérülések veszélye fenyeget, a tragédia megelőzésére ők egyedül nem képesek. Szükség van mindannyiunk nagyobb felelősségvállalására, odafigyelésére. Minden aprónak tűnő figyelmesség, egy csésze tea, egy tál melegétel, egy takaró óriási segítség lehet. Életet menthetünk, ha megkérdezzük, segíthetünk-e valamiben. Amikor az idős szomszéd kéménye nem füstöl, vagy az egyébként tevékeny embert nem láttuk egész nap az udvaron. Ha segítséget hívunk, amikor az utcán fekvő embert látunk. Elengedhetetlen az egymásra odafigyelés jelentőségének hangsúlyozása, mert nagyon igaz az a bölcsmondás, hogy senki nem tehet meg mindent, de mindenki megtehet valamit. Tegyen valamit ön is. Talán nem is gondolnánk, milyen népszerű sporták hazánkban a judó. A küzdősportok közül a legtöbb gyereknek erre esik először a választása. Magyarországon jelenleg több mint 100 judó egyesület működik, köztük Bátony terenyén is, ahol mostantól a felnőttek mellett a gyerekeket is várják, ha ki szeretnék próbálni ezt a küzdősportot. A Bátonyterenyei Városi Sportegyesület keretein belül működik a judó, magyarul cselgány szakosztály. A japán küzdősportot már évek óta űzik Bátonyterenyén, de természetesen folyamatosan várják azokat a gyerekeket, sőt felnőtteket is, akik kedvet éreznek az ilyen jellegű testmozgáshoz. Általában itt a Váci Mihály gimnáziumban tartunk edzéseket, túlnyomó részben. Most egyelőre csak felnőtteknek, de várjuk a gyerekeknek a jelentkezését 6 éves kortól egészen 77 éves korig. Lányokat, fiúkat ugyanúgy várunk. A lányoknak ugyanúgy közösen, tehát lányok lányokkal fognak versenyezni, de megtalálják a saját társukat, akkor minden további nélkül tudnak judózni. Hát a fizika agressziót jobban le tudják vezetni ezzel a sporttal. Önbizalmat is nyújt az embereknek, fejleszti a mélyizmokat, tiszteletet is tanulnak ebből. A tradicionális sportnak, tehát ennek a judónak is, meg minden ilyen keleti sportnak az az alapja, hogy egymás tiszteletét azzal visszük át, hogy mindig köszönünk egymásnak meghajlással, tisztelet adunk a teremnek, tehát mikor bejövünk a terembe, akkor szintén meghajlunk, és üdvözöljük azt, aki most gyakorol, vagy a világ akármelyik táján, ugyanúgy judó gyakorló judóval tiszteletére. A több száz éves történetre visszatekintő judó olimpiai sportág, a szó jelentése lágy út. Célja elsősorban az önvédelem nem csak fizikai erőnkkel, hanem az eszünk segítségével is. 1882-ben Jigoro Kano a jiu-jitsuból fejlesztette ki a judót, hogy ezzel egy biztonságos sportolási lehetőséget nyújtson a fiataloknak. Az alapító mester kivette a veszélyes technikákat, így sportolásra alkalmassá tette, illetve hozzáadta az esés technikát, ami a biztonságos földreérés segítette elő. Egy mérkőzés kortól, súlycsoporttól függően 3-10 percig tart. A küzdelmet 3 bíró figyeli. A versenyzők kabátot, bőnadrágot és övet viselnek, és a tatamin egy speciális judószőnyegen küzdenek egymással. Az övük színe jelöli tudásuk mértékét. A teljes győzelmet ipponnak hívják, ilyenkor az egyik versenyző 30 másodpercig leszorítja ellenfelét a földre. Önök a Bátonyterenyei Városi Televízió híradóját látták. Köszönöm a figyelmüket, további jó tévénézést!